és egy villámgyors vártással már is itt ül a stúdiónkban. A Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Bargóti Kertész Beáta. Tisztelettel köszöntöm be. A legfiatalabb önkormányzat itt jelen pillanatban, Terézvárosban, hiszen gyakorlatilag most alakultak újra. Ha jól tudom, akkor volt valami előtt szervezett, sok-sok évvel ezelőtt kisebbségi román önkormányzat. Tud ezekről az időkről valamit? Hát annyit tudok, hogy sajnos az akkori elnök halálozott, és azóta megszűnt, és nem alakult újra, nem sikerült ezt a kerületet felkarolniuk, de most reméljük, hogy ez tartós lesz. Én is remélem, és amint hallottak, Beáta elég nehezen beszél, jelen pillanatban hangszárgyulladással küzdik. Ettől függetlenül köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és vagy elfogadta a meghívást, és itt van velünk. Bea, kisebbségben élni Magyarországon azoknak lehet nagyon nehéz, akik mondjuk tényleg hazájukban, az óhazájukban születtek, ide telepszenek, ide jönnek, próbálják megtalálni a helyüket, hogy próbálják a társadalomba beilleszteni a saját kis életüket. Egészen máshogy van ez az ön életében, hiszen Magyarországon született, a szülei is úgy lehet mondani, hogy magyarok, viszont az ősök sok idigleg nagyszülőitől fölfelé Romániából érnek, vagy Romániából származtak, román állampolgárok voltak, román identitásúak voltak, és így úgy érezte, hogy vagy azért gondolta, hogy elkezd a kisebbségi voltával foglalkozni, mert volt egy vágyódás a nagyszülők iránt? Igen, mivel engem a nagyszüleim neveltek fel, és mélyen tisztelem őket, ezért elkezdtem kutatni, hogy honnan jöttünk, és nagyon sok ismerősöm, barátom, és most kapcsolatba került emberek vannak, akik már úgy jöttek be, hogy Romániába születtek, és érdekes volt, amit hallottam a kultúráról. Náluk egy teljesen más népszokások vannak, és amúgy is egy kíváncsi ember vagyok. Elárulja, hogy hívják nagymamát meg nagypapát? Ruscsáknak. Ruscsáknak hívják őket. Az, hogy valaki, jelen esetben ön, keresi a gyökereit és kutatja, az egy nagyon-nagyon jó dolog. Magyarországon a kisebbségek vagy a nemzetiségek azt lehet mondani, hogy egész jó helyzetben vannak, hiszen azért az elmúlt jó pár évtizedben is nem lehet azt mondani, hogy a nemzetiségeket elnyomták volna, vagy nem gyakorolhatták volna szabadon a nemzeti tudatukat. Tehát azért láttunk tótokat, szlovákokat, szerbeket fölöltözni népviseletbe, vannak kimondottan tót falvak, Cinkota is ilyen, gyakorlatilag Csömörre, ha elmegyünk, ott is nagyon szép nemzetiségbe vannak öltözve egy-egy búcsukor, vagy egy-egy istentiszteletnél. A román népviselet, illetve a román kisebbség annyira nem összekovácsolt Magyarországon. Annyira nem lehet falvakra osztani őket, helységhez kötni. Hogyan találják meg egymást egyáltalán? Hát ez egy nehéz kérdés, mert mi is azt tapasztaljuk, hogy inkább a román identitásukat levetkőzik. Tehát, hogy inkább magyarnak szeretnék érezni magukat, és így nehéz. Persze ez nem erőszak, ezt mindenki önként vállalja. Mi szeretnénk megtalálni azokat a román nemzetiségű Magyarországon élő embereket, akik szeretnék felvállalni akár a vallásukat, akár a néphagyományukat, akár a román identitásukat, és mi ebbe szeretnénk őket segíteni, hogy ezt egy szervezett formában legyenek képesek végrehajtani. Nagyon kevesen vannak itt Terézvárosban, összesen 3 főt számlál ez a nemzetiségi önkormányzat. Régebben is ismerték egymást, vagy a népszámlálás, vagy az összeírás után, amikor ugye be kellett tenni, ki milyen nemzetiségűnek tartja magát, akkor derült ki, hogy vannak egy páran mégiscsak. Hát az az igazság, hogy mi a Budapesti Román Egyesület égisze alatt és Roxin Anna védőszárnyai alatt próbálgatjuk magunkat, és én annán keresztül ismertem meg a képviselőtársaimat. De viszont a saját magánéletemből rengeteg olyan magyar állampolgárt, aki román, ismerek, és próbálok nekik segíteni. Ez az, amit mondott, hogy inkább megpróbálják a román állam vagy a román gyökereiket eltagadni? Az a helyzet, hogy azok a románok, akik kint születtek, és úgy költöztek be Magyarországra, tehát ezt ketté kell választanunk, mert teljesen más életutat jár be, aki beszéli a nyelvet,
élt a szokások között, ismeri a vallásukat, és tényleg mindenben toppon van, és teljesen más, akinek a szülei, nagyszülei már átköltöztek Magyarországra, és most eszmélt fel, vagy most lett kedve ahhoz, hogy ő igenis román, és szeretné megismerni. És ehhez szeretnénk mi programokat szervezni nekik. Mielőtt ezt a témát tovább boncolgatnánk, egy picit nézzük meg, hogy hogyan is lehet ezeket a programokat megszervezni, úgyhogy a gyökereket megtalálják benne. Milyen vallású ön egyébként? Én katolikus vallású vagyok. Tehát akkor már egy picit el is szakadt a romániai eredeti gyökerektől, hiszen ott a pravoszláv vallás, azt hiszem, hogy a vezető vallás. Mennyire ismeri a romániai valláskultúrát? Hát az a helyzet, hogy Nagyvárad környékén volt szerencsém több templomban részt venni, akár esküvőn, akár keresztelőn, és mivel én sajnos nem beszélek még románul. Elkezdett tanulni egyébként? Igen, és ez is a programunk része, hogy nyelvoktatást tartsunk, mert van rá igény. Így beleláttam, hogy milyen ott a vallás. De mivel a katolikus és a keresztény vallás gyökere egy, én úgy gondolom, hogy ha valaki hisz valamiben, az megtalálja a módját arra, hogy ez célt érjen. És hogy mindent másként gondolkodónak, illetve hogy teljesen mindegy, hogy milyen vallású meg tudjuk tisztelni, vagy tiszteljük egymás hitét és vallását. Nézzük meg, hogy akkor milyen programokkal próbálják meg összefogni, illetve segíteni az itt élő román identitású, akár terézvárosiakat, akár budapestieket, akár országos szintre is kitekinthetünk. Hát akkor kezdjük a múlttal, mert a fiatal román kormányzatnak már van, hál' Istennek, múltja a terézvárosi nemzetiségi kavalkádon részt vettünk. Egy jeles előadó párosra, Szitkó Erzsébettel és Szitkó Lászlóval, akik egy színvonalas műsort, irodalmi műsort adtak elő, és sajnos nem fért bele az időnkbe, de az egyik leghíresebb román költő, Eminescu-nak a 125. halála évfordulója van, és a fővárosi román önkormányzat ezt kiállítás formájában meg is ünnepelte. És hát jövő február-március környékén szeretnénk ezt a kiállítást áthozni ide Terézvárosba, hogy a mi szűk kis családunk is megtekinthesse, valamint a tavasszal szeretnénk elindítani egy román nyelvoktatást kicsiknek és nagyoknak, és szeretnénk rendszeressé tenni filmvetítést és irodalmi felolvasásokat. Amikor nemzetiségi önkormányzati képviselői, illetve vezetői címre adta a fejét, akkor azért tisztában lehetett azzal, hogy nagyon nagy dolgot vállal föl. Hiszen valamilyen úton módon nem csak azoknak kell megmutatni magukat, akik a saját berkeibe tartoznak, hanem egy picit a külvilágnak is. És ezt azért valljuk meg őszintén, Magyarországon román identitással nem olyan könnyű megcsinálni. Nem véletlen, hogy azt nagyon sokan, akik Romániából áttelepültek ide, azok inkább azt mondják, hogy ők magyar állampolgárok, nem merik, vagy nem akarják mondani, hogy román állampolgárok, vagy román állampolgárok voltak. Én azt veszem észre, elég sokat jártam régebben Erdélybe, és Romániának a többi részein is, hogy tulajdonképpen a nagy politika csinálja a feszültséget, és a falvakban egymás mellett élő emberek tulajdonképpen nagyon jól megértik egymást, és nagyon jól megvannak egymás mellett. Mit mesélt erről az ön anyukája, apukája, nagyszülei? Nekem nagypapám mindig azt mondta, hogy az ember-ember, ember Romániába, ember Magyarországon, és teljesen mindegy, hogy milyen nemzetiségű. Azt kell megtalálni, hogy kivel tudunk együttműködni. És én is ezt látom, hogy a nagy politika húzza szét az embereket, mert nagyon sok olyan román nemzetiségű ismerősöm van, akik amúgy erdélyi magyarok, csak most románok. Tehát azt lehet mondani, hogy itt az erdélyi magyarokat románoknak mondjuk? Igen, és kint pedig az erdélyi magyarok magyarok. Magyarok. És szerintem ez annyira kiéleződött az utóbbi években, igen, hogy ezt kell megtanulni az embereknek tolerálni, hogy attól, mert ő Magyarországon él és román nemzetiségű, ő is egy ember.
De ez ugyanígy kint is. De én nem tapasztaltam szélsőségeket, én Nagyvárad környékén jártam, ott se, és nem tapasztaltam negatív visszajelzést az ismeretségi körömben sem, mikor én elújságoltam, hogy mire adtam a fejemet. Mit szóltak egyébként az ismerősök hozzá, hogy ez az identitás most előjött önből? Hát meglepődtek, tehát azt kell, hogy mondjam, meglepődtek, mert ugye ez egy társadalmi munka. Igen. Az egyik fele az ismerőseimnek, akik tisztában vannak azzal, hogy ez egy társadalmi munka, és itt csak a megbecsülés a jutalmunk, vagy az, amit elérhetünk közösen. A másik fele, meg ugye a politika fele. De én azt mondom, hogy mi szerencsés helyzetben vagyunk, mint nemzetiségi önkormányzat, mert nem kell a nagy politikával olyan szinten foglalkoznunk. Tehát nekünk együttműködési megállapodásunk van a Terézvárosi önkormányzattal, és ezen kívül még több kerületi román nemzetiségi önkormányzattal, mert mi közösen szeretnénk előrébb jutni. Az előbb említette Eminescu-t, akit azt hiszem, nagyon kevesen ismernek Magyarországon. Romániában én tudok, hogy van egy Prumbescu Zeneakadémia, egy híres zeneszerzőről elnevezve, de tényleg valljuk meg egész őszintén, a magyarok nagyon-nagyon keveset tudnak arról, hogy Romániában milyen kulturális élet zajlott az elmúlt évszázadok alatt. Hogy azon kívül, hogy van egy román-magyar konfliktus a határok miatt és a nemzetiségek miatt, a kisebbségek miatt, tehát a szászoknál mindenkinél megtalálható. Azon kívül nem nagyon mélyedtünk el mi Romániának a történelmébe, az irodalmába, a kultúrájába. A kultúrából, a zenéből mi az, ami önnek a leginkább szimpatikus, amit megmutatna itt a magyaroknak, hogy na, gyertek, nézzétek meg milyen. Hát többféle irány van, amit én nagyon szeretem, a verseket, és az Eminescu... Le vannak fordítva az Eminescu versek magyarra egyébként? Meg lehet találni. Meg lehet találni. Uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy az oktatási rendszerünkből is ki van hagyva. Igen. Tehát, hogy amerikai, angol, német, francia, tehát elég visszamenőleg végig foglalkozik vele, kifejezett román, szinte megemlítenek. De hát aki szeretné, az megtalálja. Mi pont azért választottuk ezt a párost, hogy Eminescu verseit két nyelven adták elő, és olyan ő, mint Petőfi itt Magyarországon. Tehát ő a nyelvújítók közé tartozik, ő nagyon sokat tett azért, hogy a román nyelv egységesebb legyen. Mivel ez egy hatalmas ország, rengeteg dialektussal, és igazából ő is ezt Bécsben találta meg a tanulmányai során. És igen, meg néhány néphagyomány van, olyan ünnepek, amit első körbe szeretnénk bemutatni. Például? Például az esőfakasztó ünnep, az egy végtelenül mókás, mert vannak beöltözve egy fiatal pár népviseletbe, kis kosárkával, van egy kecske, egy kecskének beöltözött ember, és húzzák a zenét, és hogy táncolnak, és a kecskére locsolják a vizet, és közben dobálják a pénzt, és eltelik egy idő, és akkor összeszedik a pénzt, és akkor lelocsolják a párt is. Nálunk Magyarországon is vannak ilyen apró, viccesebb néphagyományok, amiket úgy szívesen néz az ember, a busójárás, amikor beöltöznek, és mikor ennek majd tavasszal az ideje lesz, majd ezt szeretnénk megmutatni. Milyen körülmények között lehet ezt például bemutatni? Most az jutott az eszembe, hogy iskolák, vagy kulturális intézmények talán nyitottak lennének rá? Vagy hát, valamilyen ünnephez hozzá lehetne kapcsolni? Igazából még nincs tárgyalás alatt a tavaszi, de az 5-10-ből is nagyon sok segítséget kapunk, és nem zárkóznak el az ötleteink előtt. Ugye ennek azért több formája van, amitől függ, ez függ az emberi hozzáállástól, függ az anyagi, igen, részétől, mert nincs nagy költségvetésünk, nincs, nem tudjuk még pontosan, hogy milyen támogatásokat sikerül megnyernünk. Hát mivel itt a Terézváros kulturális színpad azért elég széles, én úgy gondolom, hogy megtaláljuk a megfelelő helyet és időt, hogy ezt beillesszük. Ahogy említette a Terézváros kulturális színpadát, eszembe jutott a Hunyadi tér, ahol, hogyha más nem, de a román kóló táncot már szerintem mindenki látta egyszer az életébe, és egy hihetetlenül jó zenére nagyon látványos táncot lehet bemutatni. Tervezik-e, hogy esetleg a román zenét, a román népzenét, vagy román népzenét,
néptánc együttest esetleg ide elhozni, például a Hunyadi térre. Igen, megfordult a fejünkbe, mivel ez az eső fakasztó ünnep elég vizes, hogy ezt valami olyan szintén, vagy a Hunyadi téren, vagy a Jókai téren, attól függ, hogy melyik programhoz tudjuk hozzáilleszteni, mert sajnos egyedül kevesek vagyunk. Igen. Hát ez természetesen, hogy kapcsolódni kell a nagy programsorozatokhoz, de hát előbb-utóbb akkor hallatni fogják majd a hangjukat. Térjünk egy picit vissza a nagyszülőkhöz. A nagyszülei azok mikor jöttek át Magyarországra, és miért? Hát, hogy pontosan mikor, azt nem tudom, a világháború után. Tehát ez náluk egy ilyen sarkalatos kérdés volt. Miért akartak Magyarországra jönni? Beszéltek róla? Nem nagyon, tehát nálunk ez olyan... Tabu téma volt? Hát nem is tabu, csak ez a nem fontos. Uh-huh. Tehát nem tudom, hogy most ez a politikához volt-e köthető, mert... Lehet, hogy akkor valami politikai menedék volt az, amit itt Magyarországon... Igen, inkább ezt tudom elképzelni. Uh-huh. De erről igazán nem beszéltünk, csak hogy egy jobb élet reményében jöttek át, mint ugyan sokan, és hogy nekünk jobb legyen. Mennyire volt ez hagyományos, hogy a Romániában élő román nemzetiségűek elhagyták Romániát és Magyarországra költöztek? Mert az, hogy az erdélyi magyarok azt mondják, hogy Magyarországon szeretnének szerencsét próbálni, vagy itt folytatni az életüket az anyaországba, az jóformán természetes, de nem annyira természetes a román állampolgároktól, vagy a román identitású emberektől. Nem, szerintem ez inkább csak a 80-as évek vége. Tehát mikor nagy számba bejöttek, mert mivel Románia nagy ország, uh-huh. és ugye ő is a nehogy összesek közé került, szegény is. Nagyon, és igen. Ugye a megélhetést abban látták, hogy egy közeli, úgymond fejlettebb, hát most ez viszonyítás kérdése. Igen. Mi nagyon sokáig Debrecenbe éltünk, ugye az közel van a román határhoz, és nagyon sok olyat láttam sajnos, hogy családok szatyrokkal. Uh-huh. Kisgyerekkel, szatyrokkal, mert egyszerűen nem láttak más kiutat. De mivel én fiatal vagyok, ezt így előtte nem tudom, hogy mennyire volt jellemző. Terézvárosban él, Terézvárosban dolgozik, itt neveli a 3,5 éves kis fiát a férjével. Milyen hagyatékot szeretne ráadni? Tehát próbálja-e majd a gyermekébe vagy gyerekének elmagyarázni, hogy neked vannak román gyökereid, te egy nemzetiségnek egy része vagy, itt Magyarországon belül. Mindenképpen szeretném, ezért hangsúlyoztuk a nyelvoktatást, hogy már a piciknek is, tehát... Együtt fognak menni nyelvoktatásra egyébként? Igen, én úgy szeretném, hogy nagyon sok kisgyermekes anyuka van a környezetemben, ugye hát ez... Én a személyes agyatékom, hogy azokkal vagyok körülvéve, és nagyon sokan mondják, hogy hát igen, én beszélek románul, de a gyerek nem. És mikor megkérdezem, hogy miért nem, és akkor azt mondja, hogy hát miért beszéljen? Mondom, miért ne beszélne? És akkor így néznek rám, hogy de ők ezt nem értik. Mondom. Most ebbe ez egy plusz egy ember életébe az, hogy plusz nyelvet, plusz kultúrát ismer meg szerintem, és én úgy gondolnám, hogy ha ezt nem ismertetném meg a kisfiammal, akkor megvonnám tőle. A férje mit szólt hozzá, amikor elkezdte ezt a kisebbségi, vagy nemzetiségi önkormányzati munkáját, ami ugye társadalmi munka? Igen, hát a férjem ő támogat, tehát mikor rendezvényünk van, ő megy a gyerekért, ő vigyáz rá, és akkor mondja, hogy anyának most fontos dolga van, most megy a nénikhez, bácsikhoz. Ő támogat, de háttérbe szorul, tehát ő nem akar részt venni, még majd részt akar venni egy év múlva. Reméljük. Hát ő ilyen kivárós. Megnézem, hogy mi ez, amit csinálsz, uh-huh. és igazából még én se tudtam teljes mértékig, hogy mi ez, amit elvállalok, mikor elvállaltam. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt a stúdióban. Kedves nézőink, hogyha önök úgy érzik, hogy vannak román gyökereik, ne tagadják el, hanem forduljanak nyugodtan a román nemzetiségi önkormányzathoz, keressék a vezetőjüket, hiszen azt hiszem, hogy ebben a kis beszélgetésben Baróti Kertész Beáta bebizonyította, hogy egy alkalmas vezetőt találtak az itt
a Terézvárosban élő román nemzetiségek. Nagyon szépen köszönöm szépen, jó munkát kívánok, és remélem, hogy majd találkozunk forgatáskor a rendezvényeken. És kedves nézőink, most egy önkormányzati felhívást szeretnék önöknek felolvasni, hiszen Terézváros karácsonyra készül. A Terézvárosi Önkormányzat tisztelettel és szeretettel hív minden terézvárosit ünnepváró karácsonyi estjére. A helyszín a Hunyadi tér, a Zenepavilon. Időpont 2014. december 17-e, szerda 16 óra. A térre érkezőket a feldíszített karácsonyfa mellett forrad borral, forró csokoládéval, tejával és kézműves adventi süteményekkel várjuk. Kedves terézvárosiak! Az év tevékeny részének zárásaként röviddel az ünnep kezdet előtt találkozzunk minél többen, hogy közösségként is megtapasztaljuk a várakozás örömét, a karácsony üzenetét. Szeretettel várja önt és Hasai Zsófia Terézváros polgármestere. Összejövetelünket kezdetlen időjárás esetén is megtartjuk, az ünnepség helyszíne akkor a csarnok épülete lesz. Tehát még egyszer az időpont, ahova a Terézváros önkormányzata és a polgármester asszony várja az összes terézvárosit, december 17-e, szerda 16 óra, Hunyadi tér.